összerakni. A 3CAD funkciójában is teljesen különböző volt. Nagyon kedves, aranyos emberek egytől egyig, akiket itt is találhatunk. És az első az, hát wellness hoteleket megszégyenítő szolgáltatásokat rendelkezett. Így mondjam, mert a teniszpályától az úszómedencén át, több parkoló, tehát minden egy nagy, tulajdonképpen egy vendégház talán, beláttam vendégeket. Viszont, tehát ez nagyon-nagyon pozitív volt, zöldséget, gyümölcsöt is termesztettek, mondom, meg volt medence, kiülő, pihenő, mégis egy pár negatív dolgot én észleltem, és mondjuk ez nagyon lepontozza, hogyha a szempontrendszert szerint nézni, mert ugye a növények nem voltak egyáltalán egészségesek, augusztus végén voltunk, nagyon aszályos volt a nyár, tény, tehát extrém időjárás volt az idén is, de mégis azért a kertet csak gondozni kell, ha már ültetünk egy nyár, és főleg azt viszont állandóan. Tehát ott azért ez mind negatívunként jelentkezett, annak ellenére, hogy egy nagyon-nagyon hangulatos hely volt, mert olyan kis kalandos, meg, tehát mindent meg lehetett találni, meg egy hatalmas területről beszéltünk a három arányába. A második kert, ahol voltunk, hát az egy ilyen kis meseszerű kert nekem, tehát egy ilyen, mint ha valamelyik meséből csöppent volna oda, mert kis aranyos faház, teljesen új, talán egy éve lett telepítve, nagyon sok átgondolt, jól átgondolt növény kombináció, ami még ugye nincs beállva, hiszen kell 2-3 év minimum, mire az úgy beáll és kiadja azt az igazi profiát, az a cserje vagy az az örökzöld is, de rengeteg apró kis nüansz volt, ami nekem nagyon tetszett itt, hogy tehát a levendula csokortól kezdve a fateraszon állt, tehát nagyon-nagyon összhangban volt az egész, de kell neki legalább egy év még, és ugye rengeteg gondozás, ami még ugye a tulajdonosok előtt áll. Itt egyetlen egy negatívumot találtam én, ami sajnos betudható annak, hogy nemrég csinálták a kertet, meg a házat újították, tehát hogy a gyep felületük gyakorlatilag még nem volt, vagy majd vetnek, mert hát még nem tudtak. De ez csak emelni fogja szerintem a kertnek a színvonalát majd, de ennek megint kell, tehát egy év a minimum, mire ez úgy beáll, de teljesen toppos volt a kert, hogyha lehetett volna, akkor ez is ott lett volna. És akkor a harmadik, ami tulajdonképpen majd a fődíjunk lesz, amit utoljára tekintettünk meg egyébként, hát az már kívülről is adta magát, hogy így mondjam, mert a sövény kívül a hihetetlen rózsák, amiket rögtön látni lehetett, az egész kis alpesi hangulata a kertnek, a gyönyörű muskátlik, amik ott csüngtek augusztusban is olyanok voltak, hogy mesélni lehetett volna róluk, tehát egyenként olyan egészséges leveleket rózsán, hát Füreden rózsakertbe szoktam látni, és tehát ez rögtön kiütközik egy kertbe. A gyep, igaz, hogy öntöző rendszer van, ugye, jól emlékszem, de akkor is azt is meg kell valakinek nyitni, vagy be kell a mechanikát állítani, tehát az is csak egy... Mennyi más mellette. És mennyi más, így van. Tehát azt is tisztítani kell a fejét, tehát abban is van macera. Tehát ott a gyep állapota kifogástalan volt a nyár ellenére, a rózsák, hát azt nem tudom csak legekben elmondani, mert annyira egészséges volt, hogy dugig virággal, tehát az látszik, hogy ott volt visszavágva, és akkor, amikor kellett, időben volt a gomba elleni szerekkel permetezve, meg biztos, hogy tápoldatott egy műtrágyát, és szerintem zsákszámra, vagy nem tudom. Így van. Na, és igen, és akkor itt volt az, és itt is még a hortenzia is a helyén, tehát hogy minden annyira funkciójában a helyén volt, a megfelelő pára és fekvésigény, minden ott volt. Ez tény, hogy ez szerintem egy 10 éve, ahol telepítve, vagy körülbelül, tehát itt már teljesen beállt kell, gyakorlatilag csak gondozni kell. Hát ugye ez a csak, ez mindannyian tudjuk, hogy ez nem egy egyszerű kis szó. Tehát a gyakorlatban ez rengeteg munkát jelent, de, és itt volt az, amit nekem veszőparipám, tehát ez, hogy komposztáló van, nem is akármilyen, és rögtön tudták, hogy mit, mikor, hogyan kell, és hogy szokták, mondták az Ildikónak is, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Kert hátuljában elbújva volt, tehát nem is zavaró tényező, és ott olyan esővízgyűjtés volt, arra az alpesi kis faház-szerű, ugye faház, tehát ott profi módon, tehát ez ilyen
iskola példával lehet eljárni, és azt a kevés akkor ráismerek a kertet. Igen, igen, igen. A szerintem ez, hogy visszaforgatjuk, amit tudunk, hát azért rengeteg zöld hulladék kezik minden kertben, ha csak egy picit gyertünk van akkor is, a sok muskátli, vagy egy nyár végén, a földel együtt, mert azt is újítjuk. Ott van ugye a meccés tavasszal, tehát ezt mind-mind aprítik egy kis műtrágyával, vagy ebben a snellel segítve, amit már egészen barátjára lehet kapni, és alulról van meg, ami kijön, meg megforgatni. Tehát ott úgy elmondtam, hogy komolyan egyetlenül kellett volna, hogy mit, hogy kell. És a, hát az esővíz az meg talán a legnagyobb kincsünk. Tehát ilyen ivóvíz árak, illetve vízforrás árak mellett, ezt nagyon-nagyon. Keveset ad nekünk a természet, de ezt be kell osztanunk, és amit lehet gyűjteni, még olyan áron is, hogyha földúrjuk a kertet, és egy ciszternát, vagy bármit, ami még esetleg... Igen, gondolkodtunk ebben is. Hát ez azért nem én. Egy ilyen egyszerű történet. Én mindenkinek csak gratulálni tudok, mert mind a három kert összhatásában nekem nagyon jó volt, de mivel ki kellett emelni azt, hogy valami különbség látszódjon a egymás között, tehát én mindenképp ezt a sorrendet, most én név szerint sajnos nem tudom, hogy ki vagy utca, házszám szerintem, vagy írjuk és segítenek, vagy a tünde, de csak gratulálni tudok. Egyrészt, hogy bemertek nevezni ebbe az egész történetbe. Én biztatok mindenkit, hogy továbbra is ugyanilyen nagy szorgalommal és rendszerességgel kertészkedjen, leje örömét benne, és csak népszerűsíteni kell. Szepezdeni, zánkán is minden. Úgyhogy én gratulálok mindenkinek, így van. És csak köszönjük szépen. És akkor Az első díjat, és ezt remélem, hogy ki fogja tenni a kapurat, a kedves díjnyertes, ő a Mária, a férjével, övéké ez a bizonyos mintakert. Nagyon szeretik, és meg is látszik, szóval szívvel, lélekkel csinálják, értenek is hozzá nyilván. Akkor is hát nagyon komolyan mondom, eddig csak a saját örömünkre csináltam, vagy csináltuk, de az, hogy mástól is megkapom az elismerést, és hogy tetszik, megmondom őszintén, nagyon jól esik. Nagyon jól esik, és szakembertől, igen. És tulajdonképpen az Andrea tényleg azokat a dolgokat mondta vissza, amit mi is gondoltunk. Tehát, hogy a növények, azok nekünk ugyanolyanok, mintha a barátaink, vagy lente családtagok. Azok adják meg a legjobbat, a helyet úgy szintén, amelyik a napos, az a napot, amelyik az árnyékot, azt az árnyékot, mindenféle táplálékot, hiszen mi is nagyon szeretjük a táplálékot, finom komposztot adnak, esővizet kaptak. Igen, és nagyon örülök az elismerésnek, mert az ember az ilyesmit nem azért csinálja, de ha végül és másnak is tetszik, az egy olyan fantasztikus visszajelzés, hogy igen, hát elismerik azt. Ez egy nagyon jó érzés, az egy sikerélmény, és az elismerés az nagyon jól esik, az ilyen visszajelzés. Úgyhogy külön köszönöm nektek, és nagyon-nagyon szépen köszönök mindent, hogy felhívtátok a figyelmemet a benevezésre, és mindent. Köszönöm szépen. A részvételt köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon kedvesek vagyunk. Azt mondom, vagy. Hogy viseljünk és a kertetek is egészséggel, és büszkeséggel. Ezt muszáj lesz kibontanom. Igen. Szerintem is fogok tudni kibírni. Azok vetél. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Komolyan, meg vagyok tőletek hatódva. Ezt egész komolyan mondom. Örüljetek, ha nem fogod. Sírva! Azért sírva nem kell fakadni. Az külön nekem egy nagyon-nagyon értékes elismerés, mert egy szakember, és én nem vagyok tanult szakember, de hát annyira szeretem a növényeket, hogy én szerintem, ha tanultam volna talán, akkor se tudnék róluk többet, mert a gyakorlat közben, hogy a évek alatt annyira megtanultam, hogy mire van szükségük. Külön köszönöm a dicséretet és az elismerésedet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Figyeljetek ide, itt muszáj rögtön erőket kinyitni, mert ezt nem bírom ki, hogy...
Ha tudnám, hogy hol nyílik. Térdel, szerintem, hogy egy orró vagy. Nem, ez egy orró. Várjatok, ezen dupla csomó van, úgyhogy rájöttem. Az könnyű. Igen, nagyon jó, és én mondtam. Nincs még. Igen, tulajdonképpen ez csak egy vízfajta. Nincs valakinek egy orrója, bicskája, fiú. Senki nem jár bicskával. De olyan szép, hogy ezt azért nem tudjuk még teljesen tönkre. A szép érzéken a tárgya. Volt az főleg. Hogy kíváncsiskodunk, hogy egy ilyen. Jó, most akkor Andrea nagyon ügyes vagy. A napját lehúzzuk. És akkor most már legondolom. Innen már itt már lehet, hogy egy kis maradandó alakváltozás lesz. Hát a papír. Nem olyan sérülékeny. Szép van, gyönyörű a papír. Olyan szépen van csomagolva, és én nekem nincs ilyenkor egy kés. A szívem szakadás is elég. Figyeljetek, hogy egy kis lebomló anya, de ez a bombosra. Nagyon izgalmas. De ez a... De hogy egy közelítettem hozzá, túl igen. Lassú. Jó, de mit a karácsonyú? Megvan a módszer. Megvan a módszer. Megvan a módszer. Kenőkés. Jézus, Mária! Hát ez gyönyörű. Hát nagyon szép. Jaj! Fiúk! Hát nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ezt valahova ki... Ugye ez időtálló. Igen. Mert ezt olyan helyre akarom tenni, ahol mindenki látja. Ahol nem csinálja. Mert itt tudom, ti is tudjátok, hogy mindenki olyan helyre kell. Igen, olyan helyre van. Olyan helyre, hogy ellopják. Hanem valahol belül az házfalára. Gyönyörű. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Vagy az erkély részen is jól mutat. Hát teljesen. Szóval egyszerűen... Milyen jó, hogy tenyeltél, mert annyira örülsz, mert már annyit szövegeltem, hogy azt már nem mondhatom, hogy nem találok szavakat, úgyhogy de nagyon szépen köszönöm. Na hát még hozzátartozik a történethez, hogy amikor kiírtuk ugye ezt a versenyt, és hát azt hittük, hogy hát hittem, hogy ömlenek az emberek, és hát... Nem. Aztán, hát akkor kit lehet megszólítani? Ugye a Mária volt az egyik, mert úgy ismerkedtünk meg, hogy egyszer így beszóltam neki hátulról. Mert apa, nekem az mindig az égnek áll, amikor kim vagyok a kertben. Igen, beszóltam neki, hogy nem akarsz véletlenül egy indiai rózsanát, ilyen nézzét gumót. De. Na és akkor ettől kezdve mindig kertről, meg mindenféléről beszéltünk. A második helyezett a Zsuzsa és a Judit, akiket nagyon hosszasan kellett meggyőzzek, hogy a Zsuzsa nem akart, semmiképpen nem akart részt venni. Azt mondta, hogy ő addig, amíg még nincs ez úgy igazán, meg izé, meg mit tudom én mi, de azért a Judit csak rávette. Hát az ő kertjük is egyébként példaértékű, tehát hogy mit kihoztak abból, ami ott volt, az a nem is tudom minek lehetett nevezni, dzsungúj. Tehát azon annyira látszik, hogy mennyire szeretettel és mennyire, tehát nagyon sokat dolgoztak, rengeteget dolgoztak, és hát fogadjátok szeretettel, ez a második helyezett, és szerintem és Marika jövőre erősítened kell, mert ahogy én a Zsuzsát meg a Juditot ismerem, most rá fognak kapcsolni. És a növényeknek is. Hát ha ez inspiráló, akkor az a pozitív. És a harmadik helyezett a ház Elvira, akinek a kertjéről mondta az Andi. Tehát az tényleg egy olyan terület, óriási nagy, és úszom medencétől, teniszpálya, mindent, amit el lehet képzelni, tehát egy hatalmas terület. De az Elvira nincs itt, mert ők már ilyenkor Pesten vannak, úgyhogy majd ő utólag megkapja tőlünk még a... Hogy hívják? Elismerést. Igen, az elismerést. És remélem, hogy jövőre több embert tudunk motiválni, hogy részt vegyenek. Ugye az volt a kitétel, hogy olyan kert, amit saját maga csinál az illető. Tehát nem lehet az, hogy sok kertésznek, ugye Marikának gyönyörű kertje van, de hát ugye akinek kertésze van. Úgyhogy ez volt, mert ez a lényege tulajdonképpen. Mindenképpen. Igen. De köszönjük. Na, ez nálad lett levásárolni. Ez nálad. Igen.